A gátakról érkezett és oda is ijedt vissza Orbán Viktor miniszterelnök, ezért csak minimális protokoll és feszes rövid ünnepi köszöntők jellemezték az alapkőlet értelt megelőző ünnepséget. Franco Annunziato, a Bridgestone Europe elnök vezérigazgatója kiemelte, a bővítés növeli az üzemtermelő kapacitását, termelékenység és minőségjavulást eredményez. A 70 milliárdos beruházás révén 6,5 millió gumiabroncs lesz a gyár éves termelése. Tadamichi Yamamoto, japán magyarországi nagykövete a gyárbővítést hatalmas lépésnek nevezte a két ország üzleti és kulturális kapcsolatainak bővítése szempontjából. Orbán Viktor miniszterelnök beszédében elmondta, hogy a gumiabroncsgyár bővítése egy új üzem felépítésével ér fel, hiszen a jelenlegi 350 mellé több mint 500 új munkahelyet terem. A tapasztalatuknak a legfontosabb része, a szíve közepe az az, hogy az itteni emberek jó minőségű munkaerőt képviselnek, és hogy ők most mondta, elkötelezettek. Elkötelezettek a tatabányai munkavállalók. Ha azt lefordítom magyarra, az elkötelezett szót, akkor szerintem az két dolgot jelent, ha a munkáról van szó. Az első, hogy szorgalmasak, vagy akarnak dolgozni, a másik pedig, hogy fegyelmezettek, vagyis tudnak is dolgozni. Pontosan jól dolgoznak, és ezért mondta a vezérigazgató úr, ez volt a döntő érv, hogy éppen itt fogják bővíteni majd a termelésüket. Persze most árvíz van, de azért összességében a dolgok jobban mennek, mint 20 évvel ezelőtt, ezért elfeledkezünk gyakran arról, hogy a japánok az első befektetők között voltak Magyarországon. Ugye bajban ismerszik meg a barát, ezt mindannyian tudjuk, és a 90-es évek elején, amikor az összeomlás volt, akkor Japántól mi nagyon sok diplomáciai segítséget kaptunk, az államadósság kezelésében segítséget kaptunk, és japán beruházások jelezték a világ számára, hogy nem elveszett térsége ez a világnak, hanem itt igenis lesz jövő. Úgyhogy ezért Magyarországnak jó oka van arra, hogy a Bridgestone-tól függetlenül, vagy azzal együtt Japán felé visszaemlékezzünk erre a 20 egy néhány évvel ezelőtti barátságra, amikor nagyon sokat segítettek abban, hogy Magyarország a modern világ részévé válhasson. Schmidt Csaba polgármester elmondta, hogy a társaság első beruházása mindig a megelőlegezett bizalom jele, míg egy a mostanihoz hasonló fejlesztés nem áll meg, ha a helyi emberek nem bizonyítottak. Tatabányán és Japánban is mindig is volt a munkának becsülete, és azt gondolom, hogy a magyar gazdaság jövőjét is az adja, hogyha visszaállítjuk a munkának a becsületét, ahogy a kormány ezt elhatározta. A 267 millió eurós beruházással a jelenlegi háromszorosa, napi 18 ezer abroncs lesz a gyár kapacitása. A fejlesztés 2017 első felében zárul. Az ünnepélyes alapkőletétel után Orbán Viktor miniszterelnök szűkkörű megbeszélést tartott a Bridgestone vezetőivel, melyen Schmidt Csaba polgármester is részt vett. Őt kérdeztük a beszélgetésen elhangzottakról, illetve a tatabányai ipari park működésének eddigi tapasztalatairól, meg persze a tervekről is. Arról, hogy miért választották Tatabányát fejlesztési helyszínéről, hogy mit gondolnak az európai és a magyar gazdaságról, és hogy miért pont ezt a beruházást mellett döntöttek. És az egyik legfontosabb pont, amit miniszterelnök úr ki is emelt a beszédében, a döntésnek a háttérben a tapasztalat volt. Az a tapasztalat, amit az itteni termelésben szereztek a Bridgestone japán szakemberei, az Európai Központ, hogy itt a tatabányai emberekkel lehet sikeresen dolgozni, hogy a magyar adókörnyezet, a magyar szabályok kedveznek a termelő vállalkozásoknak, ezért itt érdemes beruházni, érdemes a jövőt tervezni, érdemes egy új gyártócsarnokot létrehozni, és 500 családnak munkalehetőséget biztosítani. Nagyon előrelátóak voltak a városvezetők, vezetői korábban, Bencsik János és Horváth polgármester úr környe polgármestere, akkor úgy döntöttek, hogy megnézték azt, hogy mekkora tatabányi ipari park területe, és úgy döntöttek, hogy szerintük az kicsi. Pedig még akkor az is búzatábla volt, nemhogy ez a föld. És azt mondták, hogy nagyobb területet kell adni az ipari bővítésnek, és kötöttek egy együttműködési megállapodást, amit folyamatosan megújítva, környe községgel, együttműködve, összefogva hatalmas lehetőséget tudunk kínálni az ipari parkba betelepülőknek. Azt látom, hogy ma a legnagyobb szövetségeseink már az itt lévő vállalkozások. Ők viszik a jó hírünket a világban, az ő partnereiken keresztül, illetve az ő fejlesztéseiken keresztül van ma lehetőség a fejlesztésre. Nézzük meg, hogy a Bridgestone mellett bővít a Delphi, a
lánykori nevén az FCI, bővít a Grundfos, hiszen tegnap adtuk át egy új termelési sort, ahol új szivattyúkat gyártanak itt is jelentős kormányzati támogatással. Bővít a Samina FCI, bővít az AGC, a Koloplaszt is gondolkodik, tehát szinte az összes ipari parkban lévő vállalkozás fejlesztésben a jövő tervezésén gondolkodik. Az a lényeg, hogy a tatabányai családoknak tudunk munkalehetőséget biztosítani. Én mindenkinek javaslom a figyelmét, hogy nézzék meg, hogy az év eleje óta hogyan változott a munkanélküliség. Nagyon szépen, meledeken csökken az idei évben a munkanélküliség, most már talán 9% alatt van ismét. Az a fontos, hogy a tatabányai családoknak tudjunk munkalehetőséget biztosítani. Itt ez az 505 új munkahely 505 tatabányai családnak, illetve környékbeli családnak biztosít lehetőséget.